Köszöntöm nézőinket, mai vendégünk Csajági György, zenetanár, történész, helyszínünk pedig Pécset a Tudás található sorba győző könyvtár. Nem véletlenül találkoztunk, kedves Gyuri, hiszen a 30 év alatt neked most ez a hatodik könyved, ami megjelent. Magyar őstörténet, hagyományok, tudományok, déli bábok, nagyon régóta foglalkoztat téged eredetileg zenészként, muzsikusként a, a magyarság őstörténete. Mi ennek az oka, igen, hát először is én is üdvözlöm a tisztelt érdeklődőket és nézőket. Kérdésedre pedig, hát ugye ez egy elég összetett kérdés, de olyképpen van ez, hogy valóban muzikusként indult a pályán, de emellett mindig is érdekelt a, a magyar őstörténet, és egyáltalán a varázslatos kelet. Ennek az első lépcsőfoka volt az Ezer éjszaka meséi, ami kötetecske, valamikor olyan, 7-8 éves koromban került a kezembe, és valahogy úgy egy kicsit belepislantottam ebbe a csodálatos világba, ami teljesen más, mint az európai kultúra, és ez engem teljesen elvarázsolt. És persze az őstörténet, a magyar őstörténethez való érdeklődésem, ezzel nagyon szépen ki tudott egészülni, illetve megadta az első, mondjuk azt löketet ahhoz, hogy én ilyesmivel foglalkozzam. Na most muzikusként, muzikusként eleinte mint zenekari művész működtem én ugye a, a, a zenei diplomám készhezvétele után a Pécsi Nemzeti Színház és Filharmonia zenekarában. Ott még nem nagyon volt erre időm, csak inkább olvasgattam erről. Viszont miután ezzel fölhagytam egy idő után, és zenetanárként folytattam a pályámat, akkor másképp alakult az életem. És miután kaptam egy fölkérést László Gyula professzortól, aki régész történész volt, egyik leletének a földolgozására, ez egy több mint ezer éves avar hangszer, egy csontsíp, amit hát nekem sikerült megszólaltatnom, és ez tulajdonképpen az első olyan állomása volt az én ilyeténképpeni működésemnek, hogy ebből kiindulva aztán szép lassan profizmus lett belőle, de ehhez a zene nem volt elég, mert, mert a, 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 zenei dolgok ott folytatódtak, hogy különféle zenei összehasonlító vizsgálatokat végeztem a magyar népzene ősétegemek meg keleti zenék között, jelesül a Kínában élő kis népeknek, a, mondjuk ki, a hunutód népeknek a zenevilágával. És meglepő egyezéseket találtam, de ezt úgy éreztem nem volt elég, és akkor, akkor elvégeztem az egyetemen a történész szakot, és tulajdonképpen kutató történészként folytatom így a pályafutásomat, most már nyugdíjban, de lényegében ugyanúgy foglalkozom a zenével is, meg a történettudományjal is. Kettő remekül ki tudja magát egy, egymást egészíteni, és úgy gondolom, hogy ez szükséges is, hogy az ember ne egy lábon álljon, ha már ilyenekkel foglalkozik, hanem azért legyen rálátása más tudományokra is. Természetesen minden tudományt nem lehet elsajátítani, és menet közben az ember rájön, hogy sajnálatosan kevés a tudása. Tehát többször kéne születni, meg többször kéne élni ahhoz, hogy valamit az ember kapizsgáljon, és e, milyen jó lenne még a régészetet, a néprajzot elvégezni, és egyéb, de hát erre már azt hiszem nem lesz idő. Hát e, pusztán csak ennyi az én csekélyek is tudásom a e, történészként, meg muzsikusként, hogy keleti zenékkel meg hát a nép őstörténetével foglalkozzam. Szerinted miért fontos egy nép számára a saját ennek az ismerete? Igen. E, látszólag hallatlanul. E, tehát egy olyan dolog ez, hogy, hogy egy mellékes téma, tehát sokak számára. Most gondoljunk bele úgy igazán, hogy, hogy a mai, ahogy szokás mondani, rohanos, rohanó világban, mm. e, itt most járványok, meg, meg háborúk, meg mit tudom én micsoda pláne, kit érdekel ez, vagy egyáltalán mi az, hogy a múltba való visszatekintés miért fontos ez? Van egyfajta ilyen sokszor emlegetett mondás, hogy éljünk a mának. Ezt mostanában lehet hallani. A probléma ezzel a következő. Arra már nem gondolnak, akik tényleg a mának akarnak élni, hogy önmagában a jelen az nem létezik. Tehát a jelen csak a múltból fakadhat. A jövő pedig mindezek nélkül egyszerűen nincs. Következésképpen az, hogy éljünk a mának nem jó megoldás és nem jó elképzelés. Egy népnek a múltja az Hallatlanul fontos, pontosan azért, mert a gyökerek onnan táplálkozik minden. Ez az egész élet úgy van fölépítve, még a szellemi vonatkozásokban is. Tehát a múlt nagyon fontos. A múlt azért fontos, mert egy népnek a, a nemzet tudatát, az önazonosság tudatát csak és kizárólag a, a múltja, a népi alakulás folytán leírt történelme fogalmazza meg és alapozza meg. Tehát enélkül teljes mértékben kilátástalanná válik az, hogy, az, hogy most egy, egy, népnek milyen egyáltalán, hogy, hogy hogyan létezhet. Tehát ha nincs múlt, akkor nincs jelen és nincs jövő. Magyarán én úgy gondolom, hogy hallatlanul fontos a magyar őstörténet. Ezt egyébként Hóman Bálint fogalmazta meg nagyszerűen. Ő ugye történész volt, és a előző a 20. század első harmadában valami olyasmit mondott, elnézést kérek, és nem tudom pontosan citálni, hiszen nem, az ember nem tud mindenre fölkészülni, de Hóman olyasmit mondott, hogy egy népnek az ős története, az tulajdonképpen a nép és a nemzet család története, ami azért sokakat érdeke És nagyon igaza volt Hómannak ebben, tehát még egyszer hangsúlyozom, a nemzettudat és önazonosság tudat egy nép részére feltétlenül nagyon szükséges, és hát természetesen ez a múlt nélkül nem képzelhető el. A magyarságba beleívódott valamennyünkbe az, hogy a finugor eredetőek vagyunk, és ezt ugye az általános iskolától egészen a felsőoktatás is súlykolják a gyerekekbe, fiatalokba. Na most ezt igyekszel valamilyen módon megcáfolni a kutatásaiddal, mert lehet, hogy van ott is egy kis vonatkozás, de más irányba is. Erre nagyon komoly írásaid vannak neked erről. Én is ebből indultam ki, mert ezt tanultam. Mi több, jóval-jóval később még az egyetemen is ezt tanultam. De ez így önmagában nem igaz. Nem igaz. Tehát erre éppen a, a saját szakmám, az első diplomám, a zene döbbentett rá. Tehát ugye egy népnek kétféle anyanyelve van. Minimum kettő. Ez egyik, ugye a beszédnyelv. Van aztán egy másik nyelv, a zene világa, ami ugyancsak egy. egy, egy, egy Kommunikációs eszközt, tehát tulajdonképpen egy, egy nyelv, ez is csak egy kicsit elvontabb. Na most, ha a magyar nyelvet finnugorként határozták meg, akkor ennek teljesen ellentmond a zenei anyanyelv, mert ez Kaukázuson Közép-Ázsián keresztül egyértelműen Belső Ázsia felé mutat, ahol ez a fajta ö, speciális ö, pentaton ősréteg, ami a magyar népzenében található, komoly párhuzamokra talál. Persze itt fölvetődik rögtön egy másik kérdés, mert, mert ugye általában véve a, a pentatonra sokan hivatkoznak a legkülönbözőbb őstörténet kutatók, amatőrök és egyebek is, csak azt nem tudják, hogy a, pentaton skálák és a pentaton zenék közé egyenlőség jelet nem lehet rakni. Ezek az egész világon előfordulnak számos különbség van köztük, nagyon komoly különbség. Némely esetben nem is hasonlít egymásra egy-egy pentaton rendszer. De a magyar pentatónia az egy olyan specifikum, ami a régi antik lovas népeknek a leszármazottaihoz kapcsolódik, és azoknak a mai népzenében is fellelhető jócskán, ezek adják a közeli párhuzamokat. Finnugor népekhez nem nagyon van kapcsolat, egyetlen egy helyen lehetne ezt említeni, ezek a, amire már Kodá is fölfigyelt, a Mári másnéven Cseremisz nép, ez önmagában is egy olyan nép, hogy pár tízezer főből állnak csupán, de többféle ága-boga van ennek a kis népnek is, és itt az erdei és a hegyi cseremiszekhez kapcsolódik ez egy másik társasághoz már nem. Tehát a lényeg az, hogy a finugor népek felé nem nagyon mutatnak zenei párhuzamok. Korábban úgy vélték, hogy a szokás dallamok, illetve a gyerekdalok és más hasonló ilyen nem pentaton, hanem hétfokú kezdemény dallamok finugor eredetűek, mert ezek ott ugye számos változatban megtalálható, csak hát azóta kiderült, hogy ez a türk népeknél is, meg aztán az összes ázsiai népnél még Kínában is megtalálható, arról nem is beszélve, hogy a legkülönbözőbb ilyen egyszerű, hétfokú szelvény dalok, ugye tanultuk az iskolában a Dóremi Dó, de ezen belül a kettő, három, négy, öt hangból álló skálán előfordulók az egész világon ott vannak. Tehát részben lehet az is csak finnugor eredetű Összegezve, a zenei anyanyelv nem mutat finnugor irányba, hanem teljesen ellenkezőleg másfelé belső Ázsia irányába. És ez komoly különbség és dilemmát ad. Hát manapság mindenféle kutatások vannak, főképp a biológiai, jellegű antropológiai, illetve genetikai kutatások nagyon-nagyon érdekes eredményeket hoztak, mert újból az látszik, hogy bizony a magyarság zöme mégiscsak ö, messze keletről érkezett, és ö, nem kizárólagosan a, a volga könyökről, az Urál tájáról, ugye az Ufa-Jelaja vidékéről, ahol az őshazát sejtették. Tehát ö, hogy aztán mit hoz a jövő és mit hoznak az újabb kutatások nem lehet tudni, de most úgy látszik, hogy visszatérünk a, abba a mederbe, amit a mi saját krónikáink, meg a különféle nyugati, keleti följegyzések eh, hát már eddig is sugaltak. Germárokonokról ezen belül, ugye, angol száz úgymond rokonokra is utalsz, szicíliai székelyekre, aztán kusokra, ez eléggé fantasztikusnak tűnik. Mm -hmm. Igen, hát úgy utalok rájuk, hogy én itt egy csomó elméletet megpróbáltam elemezni részletesen, és hát ezt kivesézve, ugye ezeket megkíséreltem cáfolni, majd meglátjuk, hogy az olvasóknak ez hogy fog tetszeni, illetve hogy mennyi marad ebből fönt az időrostáján. Én ugyanis a magyar őstörténet kérdését három felé bontottam ebben a könyvben is. Tehát egyszer van ugye ez a bizonyos hagyományos, amiről már Anonymous Gesta Hungaroruma is ír, aztán később ráhivatkozva, ő maga is dolgozott egy korábbi gesztából, ami ugye nem maradt föl, de aztán ráhivatkozva Kézai is Simon e és a többiek, ugye különféle hát magyar őstörténeteket írtak meg. De ezek lényegében az antik lovasnépekhez, az kitákhoz és a hunokhoz kapcsolták a magyarságot. Bekövetkezett egy változás, ugyanis nem volt ezzel semmi baj, tehát ez úgy nagyjából az 1800-as évek utolsó harmadáig ment, aztán a kiegyezés táján ugye 1867-es időket követően jött egy ilyen másik elmélet, egyre inkább úgy mondanám erőteljesebbé vált, bizonyos nyelvi összehasonlító virgálatok kapcsán, és ez a finnugrizmus tulajdonképpen kezdete, illetve a finnugrizmusnak a, a, a győzelme a korábbi hát elképzelés fölött, illetve az, amit tulajdonképpen én magam is igazabbnak tartok. Ez a finnugrizmus ugyanis kizárólag a nyelvi kutatásokra és összehasonlító vizsgálatokra koncentrál, minden más tudományt csak akkor fogad el, ha ezt támogatja. Egyébként magyar vonatkozásban ez meglehetős nagy dilettantizmussal indult, mert, mert tulajdonképpen két szerzetes volt, akik szerzetes pap, akik nyelvészettel is foglalkoztak, de ugyanakkor csillagászok voltak. Ez Mária Terézia idejében történik, ugye 1740-80-ig uralkodott, és ebben az időben uh, mentek ők 1768-ban Lapföldre csillagvizsgálás céljából. Aztán ott rádöbbentek, hogy ahogy aztán Sajnovics János írja, tudnék Sajnovics János és Maximilian Hell voltak a szerzetesek, akik csillagokat vizsgáltak, vagy csillagok együttállását, és ott rádöbbentek arra, hogy a lap és a magyar nyelv azonos. Legalábbis ugye így írta meg Sajnovics latinul a művét, amit 1770-ben Hágában, Kopenhágában jelentetett meg, és demonstráció idióma hungarorum et lapponum idem esse a címe. Ebben a latin címben is benne van, hogy a magyar és a lapnyelv azonos. Hát ez egy, ez egy, igen nagy dilettantizmus. Már pedig nekem az egyetemen is azt tanították, hogy tulajdonképpen ez a finn, magyar a alapja. Maga a a filmnugrisztika nyelvi elképzelése jóval korábbra mennek vissza, különféle amatőr és másfajta nyelvészkedők, meg valódi nyelvészeknek a, a meglátásaira a magyar nyelvvel kapcsolatosan, de mint említettem, ez az 1800-as évek utolsó harmadáig mit sem zavarta a köröket. Tehát itt ez a Sajnovics Hell expedíció volt az, ami ezt a löketet itt elindította. És aztán ugye úfalvi Pál, meg Vámbéri Ármin vitája, nyelvi vitája követte ezt az úgynevezett ugortörök háború, pontosabban inkább Budenz József, József Budenz, akit Hunfalvi hozott Németországból, ő valóban egy képzett nyelvész volt, Hunfalvi nem annyira, ő egy utóképzett, leginkább magát képezte, de lényeg az, hogy hogy egyre inkább a dolgok afelé mentek, hogy a magyar nép Finnugor eredeti ezt a magyarság nem igazán tudta elfogadni sosem, nem, nem, valamiféle ellenszem miatt, hanem, hanem a habitusa is, egyáltalán a szokásai, a, a dallamai, a sok minden, a legendái, a mondái, nem, nem, nem ezt tükrözik. Tehát igazándiból nem ment át ez úgy köztudatba, ahogy ez elvárható lett volna, mindig volt egy olyan kétség. És most egy kicsikét az látszik, hogy mintha visszatérnénk e felé. Csak hogy van egy harmadik vonal itten, az pedig az a, a hát különféle amatőröknek a munkássága, ezek a legkülönbözőbb elméleteket találták, és találják ki mindmáig. Sok tucat mindent kitaláltak, és ez elsősorban a magyar emigrációhoz köthető. Különféle történeti korokban ugye nagyon sok magyar vándorolt ki. Na most ott messze idegenben nyilván adódtak problémák, ott volt a honvágy, ott volt a beilleszkedés, ők, idegenek mar. Szóval val valamit ki kellett találni, amivel ők elszórakoznak talán, és mindenáron ugye megpróbálták bizonyítani azt, hogy hát a magyarság a világ legrégibb, legelőkelőbb nemzete, és így tovább. Persze ez nincs egyedül, hiszen más népeknél is megtaláljuk ezt a fajta ilyen túldimenzionált, mit tudom én, elképzelést. No, elég az hozzá, hogy így keletkeztek aztán a magyarul beszélő indiánok, meg a, meg a mit tudom én, meg etruszkok, aztán különféle más ősmagyarok, kelta ősmagyarok, ógörög, ősmagyarok, a teljesség igénye nélkül mondom egyiptomi ősmagyarok, fáraók, akik ősmagyarok voltak, és ugye a, a mit tudom én, a piramisokat is ősmagyarok építették, és számot, az egész világ lassan ősmagyar, de ez azért veszélyes, mert... Mert ugyanis a saját megfogalmazásomat tudom csak közreadni. Aki mindenki akar lenni, végül senkivé válik. Tehát nem jó ez. Egy, egy őrült nagy káosz következett itt be ezen a harmadik vonalon, és a probléma ott van, hogy mindig az érdeklődő közönség dönt. Tehát az, hogy a közönség mit, mit fogad el. Említettem az elején, hogy én valamikor színházi ember voltam, és én pontosan tudom azt, hogy van egy színdarab, mondjuk, amit az ítészek kiválóan, kiválónak látnak. Egy, egy nagyszerű színdarab, amit tényleg, hát tudományos szempontból és egyébként elemezve, valami pompás egy mű. De a közönségnek nem tetszik. És végül a közönség fogja eldönteni, hogy ez a darab megbukik vagy nem bukik. Itt a veszély. Mert ma a hozzá nem értő érdeklődők, ezekre az, az, amatőr őstörténeszekre hallgatnak, mert egy roppant színes paletta. Hát gondoljuk el, itt indiánok, etruszkok, meg nem is tudom kicsodák, kelták, hemzsegnek, ókori mezopotámia komplett népessége, meg a vonzáskör, és lassan tényleg mindenki magyar lesz. Tehát a húsvét a, a, nem is tudom, az afrikai fekete magyarok, és ezt lehetne egészen az ufókig, kérem szépen ugye sorolni, mert hát onnan is jönnek. Na most ezek a, ezek a Fantáziával gondolkodó, érdekes elméleteket kiemlők látták ezt a problémát különben, és akkor megszülettek az egyesítő elméletek. Na hát ez a legkülönösebb, tudom én, ugye Pál Zoltán Arvisurái, ő az égből kapta a sugárzást, amiket leírt, meg hát aztán hasonló dolgok vannak és egyesített mindent, amit lehetett, vagy ilyen a Tamana elmélet. Ott is mindenki ősmagyarrá válik bizonyos nyelvi elemzések kapcsán, és így tovább. Tehát borzasztó nagy káosz alakult ki, és ez bizony nem kedvez. Mert egyfelől van a tudomány, másfelől van ez a dolog, és hát a kettő között lassan ez a kisarkított finnugrizmus, ez elsikkad. Egy valamit azért még feltétlenül meg kell említenem, ez pedig az, hogy később tanult nyelvészek igazolták, és én magam is elfogadom, és mindenki, aki a tudomány talajánál elfogadja, hogy a magyar nyelvnek természetesen van kapcsolata a finnugor nyelvekkel. Ezt senki nem tagadja. De én bizonyos tör török nyelvismereteim kapcsán mégis azt mondom, hogy legalább annyi kapcsolata van a türk nyelvek felé és a türkök már pedig különféle, ugye a, a régi klasszikus antik népek leszármazottai náluk úgy is tanítják, tehát és a rokonságot is tartják a magyarokkal. Vigyázat, nem csak egy fajta török nép van, akik ugye 150 évig a nyakunkon voltak, hanem tele van velük Kaukázus, Közép-Ázsia, Belső-Ázsia, számos török nép van, és náluk ez hagyomány. Én magam érdekes volt tapasztalni azt, hogy egy iráni utam kapcsol, kapcsán, amit éppen ennek a könyvnek a megírása közben és érdekében hát követtem el, az Iszfaháni kódex, az egy történet hamisítás, annak a nyomába eredvén egy iranista kollégával, ugye megnéztük, hogy van-e Irán, ilyen Iránban a jelzett helyen ilyen Iszfaháni kódex, ami nem más, mint egy hún magyar szótár. Már korábban is tudták és sejtették, hogy ilyen nem létezik, de hát én magam is a terepen azért szerettem volna ennek utána nézni, és tényleg nem. Ez is benne van a könyvben különben. De visszatérve, szóval a, a nyelvészetet, az identitástudatot, a, a, az etnikai hovatartozást, a biológiai kötés, kötődéseket, ezeket külön kell választani tudományos szempontból. Egyébként pedig hát természetesen az egészet egyben is lehet szemlélni. Én röviden annyit, hogy a, ezt a könyvet dr. Bárdi László, keletkutató, professzor, dr. Gábor Olivér régész lektorálták, és nekik is van benne némi kis írásuk. Ők hogy kapcsolnak ehhez a könyvhöz? Mi az, amit ők ebbe beleírtak? Mit fűztek hozzá? Pont Igen, ők... hát az a helyzet, hogy, hogy egy szerzőki aki valamennyire is komolyan áll ezekhez ezek a kérdésekhez, az lektorok nélkül nem dolgozhat. Nem dolgozhat, mert, mert nagyon amatőr. Tehát szükség van arra, hogy valakik hideg fejjel kritizálják azt, amit a szerző megír, és észrevegyék, és rámutassanak a hibákra, és azt mondják, hogy Hát kedves barátom, ez nem biztos, hogy így van, ennek még jobban utána kéne nézni. Meg itt ez a helyzet. Tehát lektorok nélkül nem megy. Ők kiváló lektoraim voltak, és volt egy harmadik lektorom is, sajnos ő már nincs köztünk, professzor Doktor Erdély István, régész történész. És hármuk segítsége nélkül azt hiszem ez a könyv nem nagyon jöhetett volna rétre. Bárdi tanár úr, és nekem személyesen is, vagy 30 éve már, jó ismerősöm, később nagyon jó barátom, miként Gábor Olivér régész, egyetemi oktató és kiváló barátom. Ők nagyon sok tanácsot adtak, és hát aztán egy-egy írásomat, mert ez ugye ilyen fejezetenként, cikkekként készültek el, elég keményen kritizálták. Szóval ennélkül ez nem ment volna. Ők írtak egy, illetve Bárdi írt egy előszót a könyvemhez, Oliver barátomnak pedig így a lektorálás kapcsán. És itt is szeretném megköszönni az ő hatható segítségüket, és mindenkinek a segítségét, akik nélkül ez a könyv nem jöhetett volna létre. Nem utolsó sorban ez a saját feleségem Csajáginé Duha Julianna kürtművész segítségét. A könyvben is megjegyzem, mert tudni, rengeteg családi gondot levett a, a vállamról, hogy ez a könyv elkészülhessen, meg mindenféle más cikkeim és korábbi könyveim is. Tehát ő nélkül ez azért nehezen ment volna. És sokak nélkül. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy a vendégünk voltál. Kedves nézőink, én meg az önök megtisztelő figyelmét köszönöm meg. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.